Az emberi természetet nem lehet elítélni, és van-e emberibb dolog, mint a kíváncsiság? Üdvözletem, El Grande volnék, és a fekete telefonról fogok egy kicsit beszélni. Már 2020 őszén láthattuk, hogy érkezik a nagy hír, hogy Scott Derrickson, a távoz tőlem sátán, illetve ördögűzés Emily Rose üdvéért, a Blumhouse Production gondozásába szeretné filmre vinni Joe Hill Fekete Telefon című novelláját. Nos, hát Joe Hillről mit is kéne tudni? Hát az, hogy Stephen King fia. Az igazán remek hír azonban Ethan Hawke leigazolásával érkezett, hiszen újra összeállt a minden idők egyik legijesztőbb új generációs horrorfilm készítő rendezés színész duójával, azaz a Sinisterrel. Nos hát Scott Derrickson ért a horrorhoz, ehhez kétség sem fér. Az ördögűzés Emily Rose üdvéért szépen elindította a karrierjét, majd a Sinisterbe bizonyította, hogy egyszerre tud nyomasztó atmoszférát is teremteni, és ha kell, a frászt is hozza az emberre, amihez nem szükséges jumpscare. A Doctor Strange sikere után hát úgy volt, hogy a folytatást is ő fogja majd irányítgatni, viszont a kreatív munkálatokban elég brutális különbségek tűntek össze, mert hát az ő ötleteit megfizetni hát egy külön projekt lenne. Emiatt a nézeteltérések véget távozott a Marvel fedélzetéről, hát hogy visszatérjen a kaptafához, a horrorfilmiparhoz. A Fekete Telefon pedig egyértelműen az év egyik talán legjobban várt borzongásának, de hát ezt mindenki döntse el maga. A felszabadult idő miatt Derrickson hamarabb el tudta kezdeni a Fekete Telefon munkálatait, így az Austini Fantastic Fest szerencsés nézői már tavaly szeptemberben láthatták a film premierjét. A világ többi pontján természetesen maradt a várakozás, a nagy érdeműek pozitív kritikáinak olvasgatása, pedig akkor még de közel is volt az a február. De hát sajnos érkezett egy koronavírus, ami miatt nagyon sokat fog késni, így csak június 23-án volt látható a Fekete Telefon a magyar mozikba. No de hát lássuk is, hogy a Fekete Telefon végül is mit váltott ki belőle. Egy amerikai kisváros valamikor a 70-es években. A környéken egy portyázó titulussal ellátott sorozatgyilkos tartja rettegésben az ott élőket, természetesen gyermekeket fog rabolni és gyilkolni. A 13 esztendős Finny egy nap a saját bőrében tapasztalja meg ezt a veszélyt, ugyanis ő az elkövető következő áldozata a pontosan 7. számú. A pincében, ahol fogva tartják, található egy fekete telefon, ami természetesen nem fog működni. Aztán mégis megcsörren, és hősünk nem várt helyről kap segítséget a túlvilágról. Látszódik, hogy nem esik messze az alma a fájától, ez a mű akár lehet egy Stephen King regény is, bár elég csofat, hisz csak 30 oldalas novellából készült a film, ami okozza a film legnagyobb gyengeségét, hisz nem szokásom azért sírni, ha valami túl rövid, hisz mostanában minden vacak horrorfilm, vagy bármilyen film általában 2 óra, 2 óra 30 percre szokott rúgni, hát jelen esetben ez csak egy 100 perces darab lett, ami nem igazán tudta kihasználni a 30 oldalas novellát. A sorozatgyilkosunk nagyon kevés mitológiai fényt kapott, így nem igen lett legendája a hírének, nem igen lett félelemkeltő a néző számára, csak ismételten egy tömegcikk lett belőle, aki gyermekeket gyilkol, és furcsa maszkokat vesz fel, hogy pszichopata stílusban bemutathassa, ő itt a nagy ember. Belátást nyerhetünk Finny mindennapjaiba, kapcsolatát megismerhetjük a húgával, akinek történetesen látomásszerű álmai vannak az elrabolt gyerekekről. A rendező szokás szerint csúcsra járatja a hangulatkeltést. Rögtön beszippadt a 70-es évek millióibe, majd a sztori két szálon fut tovább. Az egyikben a főhős kétségbeesett küzdelmét követhetjük, a másikban a húga próbál meg kinyomozni, hogy hát ki lehet a tettes. A misztikumot a címben szereplő fekete telefon szolgáltatja, melyen keresztül az eltűnt gyerekek kommunikálnak Finnyvel. Próbálnak segíteni neki több-kevesebb sikerrel, igaz, csak közben a gyilkos bármikor betoppalhat. Ez a fajta bizonytalanság olyan feszültségkeltő tud lenni, és tölti meg a jeleneteket olyan borzongással, hogy bizony, hát meg fogjuk fogni a karfáját a széknek, hisz nem egy G-kategóriás próbálkozásról van szó. Gwen, a kis húg álomjelenetei,
konkrétan a Sinister házi videóit próbálná megidézni, noha nem annyira brutálisan és nyomasztóan, de az atmoszférát gyönyörűen eltalálta én szerintem. Vitathatatlanul ő a legjobb karakter, talpra esett, vicces, egyenes mozdulatú, ki tud állni magáért és másokért is egyaránt. Akiről sajnos ez nem mondható el, hát az a gyilkos, akiről iszonyat kevés az információ. Nem kell, hogy felfedje a tervét, vagy a motivációját, vagy bármit. De a miensége kimerül abba, hogy hát a maszkba gyilkol. És ennyi. És hát el is érkeztünk a legnagyobb problémájának a filmhez, hisz 30 oldalas novella reprodukció. Az a legnagyobb gond ezzel a művel, hogy iszonyatosan egyszerű, és nem aknáz ki semmilyen potenciált belőle. Nem lett volna szükséges, hogy még több csavarral dobják fel a történetet, de ténylegesen a misztikum mélyítése és fokozása nagyon jót tett volna ennek a filmnek, akár csak egy bőnegyed órával vagy fél órával akár megtolni a játékidőt, hiszen 100 perc az egész. Valóban nem az a legnagyobb probléma, hogy túl rövid a film, hanem az, hogy túlságosan semmit mondó, és valóban ki kellett volna tolni alternatív mozdulatokkal és történetszegélyekkel az egész filmet, hogy kapjon némi réteget, egy plusz kabátot az egész emberre, hisz így csak egy csavargót láthatunk az út szélén, aki kéreget pénzt egy öltönyös férfihoz képest. Nem azt mondom, hogy csalódást okozott, viszont keserű szájízt annál inkább, hisz gyilkosunk bármi bőbb információ nélkül csak egy tucat valaki lett a sok gyilkos közül. És hát ehhez nem feltétlenül kellett volna egy half-kaliberű színész. A túlontúl egyszerű megoldások iszonyatosan szemetszúróak, illetve hát a horror faktor nagyon közepesen súrolta, mint amihez ők szerették volna mérni a filmet. Ennek ellenére a Fekete Telefon nem egy rossz film. A hangulata ugyancsak pazar, a színészek nagyon jól játszottak, a feszültségkeltés terén a rendező úr még mindig ott van az elit színvonalba. Ha minden újonnan megjelenő horrorfilm körülbelül legalább csak ezt a szintet tudná ütni, hát én lennék a legboldogabb ember a világon, mert akkor tonna számra tudnám okádni kifele a jó film ajánlókat, és nem csak belekötni és hiányosságokat kiemelni. Így még mindig az új generációs horrorfilmek közül a Sinistert tartom a legjobbnak ezek közül. Ugyanakkor remélem, hogy sok hasonló zsánerfilmmel találkozhatunk a közeljövőben. A Sinister miatt akaratlanul is egy brutálisan sötét és ijesztegetésekkel teli alkotásra számítottam, ami a retro horror filmek zsánereit próbálja meg reprodukálni, és ezzel egy új köntösben kiadni egy vadonatúj gyilkost, legyen az régi idődátumú vagy új generációs. De ezt több szempontból sem tudta hozni sajnos a Fekete Telefon. Az összkép inkább a thriller dráma irányába húz, semmi esetre sem tiszta vegyi horror. Ettől függetlenül egy kifejezetten szórakoztató film valóban, ami biztos vagyok benne, hogy rengeteg nézőnek okoz majd kellemes perceket, kevésbé untató pillanatokat, így nagyokunk nem lehet panaszra, irány a mozi gyerekek. Ezért a filmért megéri beülni, igaz nem lesz az évfilmje, de még mindig jobb, mint egy mama. Köszönöm szépen a figyelmet, El Grande voltam, és ez volt a Fekete Telefon. Ciao.